Köszöntöm nézőinket, önök a Kultúrszoba műsorunkat látják. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Sárközi konyhpántlikás főkötő reprodukciója a hónap műtárgya. 5. alkalommal szervezték meg a Rotary régiós találkozót Kölesden. Életet az éveknek, Tolna vármegyei nyugdíjas dalos találkozó. Sárközi konyhpántlikás főkötő reprodukciója a hónap műtárgya, amit a következő percekben Fuchs Márta, a Vosinczky Mohr megyei múzeum néprajzkutató és múzeológusa mutat be. Május hónap műtárgya a sárközi férjes asszonyok jelképe, a konyhpántlikás főkötő. A kiválasztása és bemutatása több szempontból is figyelmet érdemel. Egyrészt a Vosinczky Mohr megyei múzeum néprajzi gyűjteményében számos eredeti, a 19-20. Század fordulójáról származó hímzett paritja főkötő található, de teljes konyhpántlikával megrakott változat eddig nem volt. Nagy örömmel fogadtuk a Múzeumbarát Egyesületnek a felajánlását, mikor megvették számunkra, meg tudtuk így rendelni ezt a konyhpántlikás főkötőt, és az elkészítése után ugye a Múzeumbarát Egyesület a néprajzi gyűjteménynek ajándékozta. A másik ok, amiért szerintem figyelmet érdemel egy reprodukció, az éppen az, hogy ebben a hónapban szerettük volna felhívni a figyelmet a sárközi népművészet, illetve konkrétan a viseletnek a tovább élésére, és szerettünk volna egy kicsit közelebb kerülni azokhoz az emberekhez, akik ezt a népviseleti ruhakészítést még a mai napig is folytatják, ezzel hozzájárulva a sárközi népművészetnek a tovább éléséhez. A munka elkészítésével megbízott Heronyányi Néczvek Katalin és lánya Ormándi Petra révén olyan alkotók munkája került a gyűjteménybe, akik fontos szerepet játszanak a sárközi népművészet fennmaradásában. Körülbelül 6 éve foglalkozik a sárközi népművészeti, illetve népviseleti tárgyaknak, ruháknak, tartozékoknak a készítésével. Mesterének, mentorának Minorics Jánosnét Juliska néni tartja, aki szintén népiparművészként, művészetmestereként ismert itt a saját közegében, illetve hát a gyűjtők, a kutatók által is. Katinak, tehát ő nagyon nagy szeretettel beszél Juliska néniről a mai napig, nagyon jó köztük a kapcsolat, és nem csak az elkészítésnek a módját, hanem a színek összerakását, az anyagoknak az összepasszolását, a technológiát, minden olyan készítési, viseleti dologban ki tudja kérni a tanácsát, amit ő még egyelőre nem tud. Tehát Juliska néninél is egy óriási tudás van, amit nagyon, nagyon nagy öröm, hogy valaki ezt megpróbálja megtanulni és megpróbálja tovább vinni. Czweck Kati 2020 óta vezeti a Zöcsényi Gabóca kézműves kört, és a mai nap már nem csak népviseleti ruhák készítésével, hímzésekkel, de nyakfodor készítéssel, nyaklánc, nyaksiknak a készítésével is foglalkoznak, illetve az utóbbi időben a sárközi bubának, ami szintén egy ilyen néprajzi fogalomként lehet értelmezni, sárközi tárgyi fogalomként lehet értelmezni, a sárközi bubáknak a készítését is elkezdték megtanulni. Tehát egy nagyon széles körű népművészeti, a sárközre vonatkozó népművészeti hagyomány átadásról van szó, most a kézműves körön belül. Ormándi Petra 2 éve kezdte el a hímzéseket. Nagyon precíz, nagyon finom munkát kell ezeknek a hímzések alatt csinálni, és Petra egyelőre a fekete alapon történő fehér hímzéseket készíti, ami alapvetően főkötők, illetve a főkötőhímzéseket vagy nyakkendőhímzéseket jelentett. Az elsődleges, tehát a munkafolyamat első fázisában, ahogy ennél a főkötőnél is, fekete muszlin vagy zsorsett anyagon elő kell rajzolni a főkötőnek a hímjét, és ezután egy rámára kifeszítve, ráadásul nagyítóval kell a hímzéseket megcsinálni, hiszen egy olyan aprólékos, miniatűrizált munkáról van szó, és miniatűr mintákról van szó, hogy nagyító mellett lehet elkészíteni.
A Petra szintén utána járt a sárközben ismert vagy szokásos hímzéseknek. Tulajdonképpen mindegyik hímzésnek megvan a maga speciális neve, amit Petra elkészített, ez a három rózsa, három levél, három lik elnevezésű minta együttes, ezen a Paritja főkötőn. Ezt a mintát a 20. század elején Győri Mihály Nészél Judit készítette, és ez az ő rajzaiból, az ő munkássága révén terjedt el utána a sárközben. Tehát itt egy ilyen több 100-150 éves mintáról beszélhetünk, amit valaki egyszer papírra vetett, megrajzolt, és utána ez ténylegesen el tudott terjedni. A fecskefarkusan rakott Paritja főkötő négy részből áll, amit a készítésnél külön-külön kell megcsinálni. Az egyik, amiről az előbb beszéltem, tehát maga a Paritja főkötő része, a másik része az a fecskefarkos pántlikáknak a megrakása, illetve összeillesztése. A harmadik az maga a Paritja főkötőt, a homloktól elválasztó ráncolt homlokszalag, és a hajpánt, tehát ez a kis hajfonat, amit a vakszömhöz, úgymond a halántékhoz szoktak illeszteni. A főkötőnek a hímzését ugye a Ormándi Petra készítette, a többi részét, a másik három egységet pedig Cvek Kati készítette el. Nagyon érdekes, és az is egy óriási nagy munka, a pántlikáknak a megrakása. Ennek a főkötőnek az a különlegessége, egyrészt, hogy úgynevezett fecskefarkosan rakott, ami azt jelenti, hogy négy fő ágból áll a pántlika, a középső két hosszú ág az 8-8 virágot látunk a behajtásoknál, illetve a két szélén pedig a két mellékágon 7-7 virághajtását látunk. Na most mindezeket, mivel fecskefarkosnak nevezzük, ezt úgy lehet elképzelni, hogy V-alakba is hozzáhajtják mindegyikhez ezeket a virágokat. Tehát tulajdonképpen a kék virágból 90 darabot látunk, és a hátsó hajtások miatt a fehér virágot, amit eltakartak, ott megint 90 virág van elrejtve. Tehát összesen ezen a megrakott pántlikán 180 virág bújik meg. Éppen ezért mondták a készítők, Kati mesélte, hogy a szalagnak a hosszát nem is méterben, hanem a virágoknak a hosszába mérik a főkötő készítők. Egyébként azért a kíváncsiság kielégítése véget elmondanám, hogy 13 méterből áll ez a pántlika, tehát borzasztó hosszú, és ebből is látszik, hogy egy hihetetlen pepecs munka elkészíteni, megrakni magát ezt a pántlikát is. Ugyancsak nem egyszerű feladata a ráncolt homlokszalag elkészítése. A homlokszalag az 6 rétegből áll, tehát egy fehér, egy zöld, egy fehér, egy lila, egy kék sima réteg, amelyeknek mindegyiknek az a lényege, hogy a szélei látszanak, tehát pont a díszítettséget, a színezettséget próbálják ezzel megmutatni, illetve gazdagítani, és az 5 szalag tetejére kerül föl az összeráncolt fekete selyem szalag. Ebben az esetben egyébként a ráncolt szalag megrakása, ami nehéz, ugyanis ez egy 70 cm-es szalag, amit 2-3 mm-es ráncolással raknak össze, illetve kötnek meg. Tehát gyakorlatilag mintegy 130-140 ráncolást kell rajta elvégezni. Mikor ez a három egység ugye külön elkészült, ezután kell összeállítani magát ezt a konypántlikás főkötőt, úgy, hogy az egészet alá kell bélelni, illetve hogy a tartás érdekében alá kell vatellinnel vagy valamilyen anyaggal bélelni kell, és az egészet így kell összevarni. És ebbe az összevarrásba kerül bele a negyedik egység, a hajfonat. A hajfonatot is külön kell elkészíteni. Régen az volt a különbség, hogy régen az asszonyok, a lányok a saját hajukat fonták be, és úgy tekerték föl, hogy ez a kis hajfonat a halántékon látszódjon. Ma már, az 50-es évektől kezdődően főként póthajat, vagy pedig fodrásznál vásárolt tényleges élő hajat vesznek meg a népviseleti készítők, és ezeket fonják föl. Egyébként, ha valaki ráközelít a hajfonatra, az sem egy egyszerű dolog,
ugyanis mind a három szál különböző stílusban van befonva. Tehát olyan aprólékos, pici finomságokra kell figyelni ezeknek a készítőknek, és ezt a tudásnak ugye a birtokában kell lenniük. Ötödik alkalommal szervezték meg a Rotary családi napot Kölesden, a régiós találkozóra az ország különböző pontjairól, de a határon túlról is érkeztek vendégek. A felnőtteket halászléfőző versennyel, a gyerekeket pedig palacsintával és különböző programokkal és kézműves foglalkozással várták. Ismét családi napot szervezett a Szekszárdi Rotary Klub Kölesden. A programot, amelyet korábban Szedresben tartottak, már ötödik alkalommal rendezték meg. Idén külföldről, Erdélyből és Szerbiából, emellett a környező településekről érkeztek vendégek. A Rotary Klub most már több éve családi napot szervez minden évben ilyen tájba, és ez a kölesdi helyszín nagyon alkalmas erre a rendezvényre, mert ez a régi megyeháza egy zárt térrel, ha kamera látja, akkor alkalmas arra, hogy ha rossz idő van, akkor is van helyünk, mert a színházterem több helyen el tudunk helyezkedni, bemenni, illetve ez az udvar nagyon kellemes környezetet ad erre a családi rendezvényre, ahova sok gyereket várunk, most is lesz vagy 30-40 gyerek, és hát természetesen a tagok, illetve a különböző Rotary barátaink, akár külföldről is, mert jöttek Erdélyből is, Zentáról is, vannak Jászberényből is, és hát a régióban lévő Rotary klubok szintén itt vannak, tehát vannak Kaposvárról, Bajáról, Pécsről, Kozármisleinről, úgyhogy szép számmal összejövünk, reméljük. A felnőtteknek többek között halászléfőző versennyel készültek, a gyerekeket palacsintával és különböző programokkal, például kézműves foglalkozással várták. Nap folyamán kézműves foglalkozások lesznek, illetve inkább bemutatók, ami fedett helyen van most, benne ilyen gyöngyfűzéssel, meg rajzolással, meg különböző kézműves foglalkozásokkal. Gyerekeknek próbálunk ilyen dárcot, meg ilyen sportos labdajátékokat szervezni. Sétakocsikázásra lesz lehetőség, motorozásra, van rotaris barátaink, akik motorral jöttek, és itt a gyerekeket viszik motorozni. Délután lesz művészeti bemutató, tehát itt lesznek egy néptánccsoport, a zombai néptánccsoport, aki tart egy bemutatót, illetve hát a tücskök is megjönnek, már rendszeresen fölépnek a Rotaryba, ők is tartanak egy kis bemutatót. Nagyjából lesz 4-5 óra körül vége lesz ennek a rendezvénynek. Reméljük az idő kitart, mert a legnagyobb gond az időjárás nálunk. A Szekszárdi Rotary Klub elnöke kiemelte, fontosak számukra az e fajta közösségépítő programok, mivel a Rotary egy olyan nemzetközi szervezet, aminek az elsődleges célja a kapcsolatok ápolása és segíteni a rászorultakon. A Rotaryban jellemzően éves ciklus van. Tehát egy-egy elnök egy évet ölel magába, ez általában nyártól, tehát június 30-tól vagy július 1-től következő év július 1-jéig tart. Így most már a vége fele járok, mert most már nem sok van vissza ebből a ciklusból. Vannak visszatérő rendezvényeink, amit évek óta csinálunk. Ez kezdődik ősszel egy ilyen tésztapartinak nevezett vendéglátós jellegű programmal. Természetesen karácsony tájékán adventi sátorban mindig ott vagyunk, ha Covid el nem viszi, de az idén már voltunk, illetve tavaly voltunk. Illetve szintén ilyen rendezvényünk, a rendszeres rendezvényünk, minden januárban tartjuk általában a bált, vagy egy ilyen Rotary bálnak hívjuk, ahol gyűjtünk szponzorokat, vagy pénzt arra, hogy a támogatást azoknak a gyerekeknek, meg felnőtteknek, akik erre igényt tartanak. Szintén ilyen évek óta tartó rendezvényünk a disznóvágás, Rotary disznóvágás, ahol szintén nagyon jó sikerült, és ez inkább egy ilyen csapatépítő jellegű, tehát jó rendezvények. Hát ez a családi nap, ez szintén egy picit ilyen is, hogy összejöjjünk, és de itt már régiós szinten, bár a többi rendezvényen is ott vagyunk,
és ezek a főbb rendezvények. A csoport a Tolnai vármegye székhelyi életében aktív szerepet tölt be. 2022-ben 2 darab kerékpár szervizpontot helyeztek el a városban, emellett az önkormányzattal közösen fát is ültettek. Ami szintén régóta megy, és szerencsénk van abban, hogy egy belga klubbal kapcsolatban vagyunk, aki nagyon sokat tud segíteni a kórházi felszerelésekbe, kórházi ágyakba, szekrényekbe, különböző kiegészítő dolgokba. Én is, meg tavaly is hoztunk több kórházi ágyat, éjjeli szekrényeket, amit tulajdonképpen tőlük ingyen kapunk, nekünk csak a úti költséget, fuvart kell megszervezni, ami hát próbálunk, hogy minél olcsóbb legyen, de hát most már azt is megtettük, hogy nem csak a kórház, hanem a szociális otthonokba is vittünk ilyet vittük Bátaszékre, Tolnára, Szekszárdra is, mert azért ezek a ugyan használt kórházi ágyak, de legtöbb elektromos ágy, és a szociális otthonokban sajnos előfordul, hogy még otthonról hozott heverőkön, diványokon fekszenek az emberek, és egyre több a ápolásra, gondozásra szoruló személy. Fő célunk az, hogy ugye a Rotary egy olyan nemzetközi szervezet, ami elsősorban politikamentes és barátságra épül, és segítségre. Tehát ha csak abból indulok ki, hogy például nemzetközi gyerektábort is szerveztünk, lovastábort, évek óta volt Kölesden, ahol Európában, nem csak Európában, hanem a világon több országból jöttek gyerekek egy hétre, és vannak ilyen csereutas programok. Érdekes kapcsolatok alakulnak ezekből a rendezvényekből, ezekből a programokból. Valami hosszú ideig tart, és van, ami nem, de ez a lehetőség szerintem érdemes kihasználni ezt a mai fiataloknak, és örülünk, hogy ebbe is tudunk segíteni. Harmadik alkalommal szervezték meg az Életet az éveknek Tolna vármegyei nyugdíjas dalos találkozót. A programon közel 250 szépkorú vett részt. Újra hallom a hangodat. Közel 250 szépkorú foglalta el helyét a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Az Életet az éveknek Tolna vármegyei nyugdíjas dalos találkozó elnevezésű ünnepi eseményen. A programot 4 nyugdíjas szervezet, a Babits, a Platán, a Szívküldi, valamint a Gemencvolán nyugdíjas klub rendezésével tartották meg. 13 kórus van ebbe a megyei rendezvénybe, mert ez megyei. Ez megyei, és akkor 14 kórus, vagy 13 kórus van, és ők adnak műsort ma. Adtam csókot, az Isten tudja hányra, csókolom a csókra termett szádat. De mivel, hogy széjjel szakad, szerelmünknek lát. A résztvevők Tolna vármegye különböző településeiről érkeztek. Paksról, Tamásiból, Iregszemcéről, akkor Simontornyáról, hát 16 klub jött a Tolna megyeré, Bátaszék, Báta, nem akarok senkit kihagyni, Decsiek, úgyhogy Fadiak, tényleg mindenhonnan jöttek ez erre, és akkor 13-an vannak, akik énekelnek, és a többi, a másikak azok vendégek, a klubban levő emberkék, akik, vagy hát nyugdíjasok, akik részt vesznek ezen a rendezvényen. 250-en vagyunk, úgyhogy nem kis,
dolog volt megrendezni, megszervezni ezt az egészet, úgyhogy nagyon sok kapcsolunk, munkánk, időnk, tényleg amire így összeállt ez a dolog, reméljük, hogy össze is és jól lesz. Reméljük, hogy jól sikerül a nap, és szeretettel készülünk továbbra is, és énekelünk, és vidámak leszünk, és reméljük, még táncolunk is. Igen. Köszönjük szépen! Az eseményen részt vett Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is. Legnagyobb örömünkre nem szokatlan, hogy szépkorúak, ilyen népes táborát üdvözölhetjük egy helyen, a Vármegye székhelyén. Szekszárd önkormányzata hagyományosan a nyugdíjasok barátja. Elég, ha csak az idősek világnapi rendezvényekre gondolok, amiből tavaly 2 is volt, de a karácsony tájékán megszokott ajándékozást is ide számíthatjuk. Figyelünk az önök korosztályára, mert azt gondoljuk, hogy köszönettel tartozunk. Nem csak mi, hanem kinek-kinek gyermekei, unokái, dédunokái köszönhetnek mindent, amit alapul kaptak önöktől az élethez. Ezt majd persze kiegészíthetik, hozzátehetik saját munkájukat, és így adják tovább ők is. Bízunk benne, hogy a köszönet és a megbecsülés sehol sem marad el. A legfontosabb, hogy egyre inkább azt látom, van kinek továbbadni a stafétát, van kire hagyni az örökséget, hiszen évről évre több gyermek születik hazánkban. Ehhez a pozitív változáshoz, a kormány régóta tartó családbarát politikájára is szükség volt, ami reményeink szerint folyamatosan tovább bővül, de az alappillérei már megvannak ahhoz, hogy a gyermekvállalás ma Magyarországon ne legyen egyenlő a vállalt szegénységgel. A nyugdíjasok lelkesedéssel gyűltek össze, hiszen mindegyikük megcsillogtathatta tudását. Bebizonyíthatták, hogy 65 év felett is van élet, és boldogok, hogy újra együtt vannak. Nekem egy kicsit nem voltam annyira hozzászokva, kicsit kellemetlen volt, hogy befogadnak, nem fogadnak. Tudok-e részt venni, tudok-e ebben a programra, hogy színvonalos legyen, mert ugye eddig nem voltam, csak tag voltam, de én úgy érzem, hogy sikerült. Átvettem a többiektől ezt a stílus, így van, ezt hó, lelkesedést, minden, és én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon jól sikerül. Köszönjük a megjelenteknek, akik majd fellépnek, mert azok is annyit készültek, hogy egy színvonalos műsorral tudjanak bemutatkozni, hisz nyugdíjasok vagyunk. Vannak azért unokákra vigyázunk, erre-arra, de szakítunk idejét, hogy 2 hetente összejöjjünk, beszélgessünk, megbeszéljük a heti vagy napi programokat, és mindent megtudunk egymásról. Nálunk nagyon sok mind, igen, mert van, aki tornászik, van, aki erre jár, beszámol róla. A harmadik, el voltam, wellnesseztem, gyerekek, megérte, menjünk, nem került sokba. Ha az unokáknak tudunk adni, mert el tudjuk látni, akkor magunkról ne sajnáljuk, mindig ezen a véleményen vagyok, 5 unokám van, de ha nekik adok, akkor magamtól sem akarom megvonni. És annyira jó, hogy ez a kis közösség itt van. Kirándulás szervezünk. És énekelünk. Így van. Ha más nem, egy zsíros kenyér partira összejövünk. Énekelgetünk. Kirándulunk. És nagyon jó. Azért mondom, hogy nagyon jó. Kimozdulunk. Nem ott a tévé előtt ülünk. Csak eltepedünk. És ezért nagyon jó. Ismerősöket. Te találkoztál ezzel? Találkoztál azzal? Képzeld el. Hú, olyan vidám. Beszervezzük, jöjjön velünk. Tehát sok ismerőst, barátot tudunk összeszedni. Aki összekalapálja, minden évvel, hogy széjjel szakad, szerelmünknek lánca, bát a széken nincsen olyan.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!